nyertessel a Veszprémi utánpótlásban nevelkedett Szűcs Balázs! 61-es számmal szintén a Veszprémi utánpótlásban nevelkedett Miller Krisztián! 64-essel Gál Dominik! 71-essel Zakó Zalán! 74-essel a Veszprémi utánpótlásban nevelkedett Nagy Ádám! 84-esben Karai Lidus! 88-assal Bolnár Robi! És 90-essel Tóth Levente! A HSM-nek nevezető edzője a Veszprémi klub kíván korábbi kiváló irányítója Soltonyi László! Edzője Kopornyik Zsolt! Kapus edzője a Veszprémi klub korábbi kiváló kapusa Berger Zsolt! És gyúrója Polgár László! Hogy sportszerűen biztosítása érdekében tiszteletben tényleges szurkolókat, hogy sportszerűen biztosítsák
születésnapjára, családjától kapta ezt a felejtetett emlékét. Kisgyökeresen, kedvesen, köszönjük, hogy szurkolsz és nekünk itt a Veszprém Arénában. Nagyon boldog születésnapot kívánunk!
7 méteres következőben meg a csapatára. Köszönöm szépen!
Thank you.
Thank you.
milyen ő az a csapatot, de amíg ők megbeszélnek, addig felhívom figyelmüket, hogy olyan sokunk is szurkolói voltunk a mai mérkőzésen is várni önöket. Szerencsére mindig tudjuk fokozni, ott milyen feladvesztőjén kapucni is pulóver és póló is kapható nálunk, sőt, időpontom a legkisebbekre, telekombeszkőmes rúgtadózó és Bélibag is szerepel a kínálatunkat. Nézzék meg, próbálják ki, látogassák meg boltunkat az előkérben. Ne felejtjék, a jövő héten a Bajnokok Ligája 8-at döntő visszavágó mérkőzést játszunk az OTP-ban Fix Szeged csapatával, csütörtökön 18 óra 45 perckor. A találkozunk a Sport 1 TV adja majd egy időben.
Kicsink, a második védőnk kezdődobó Szécsi Alma Loca, aki 9 éve kézilabdázik, jelenleg a Veszprémi Pakonese igazolt játékosa. Családjátok kapta ezt a felejtetetlen élményt a 15. születésnapjára. Nagyon boldog születésnapot kívánok neked! Let's take a look at the Mark Gessler!
Thank you.
Közvezetőanyák! Kérdéses kiállítás kapott, drága mester.
két hételes következik a megcsapat. Thank you.
Sarneka 27, a Kárpát Liga 20. fordulójában. Ne felejtjék, jövő héten Bajnokok Ligája 8-döntő visszavágó mérkőzést játszunk az OTP-ban Big Szeged csapatával. Csütörtökön 18 óra 45 perckor a találkozót a Sportnet TV-n adja majd élőben. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak ma este. Jó utat kívánok mindenkinek haza, és természetesen kellemes húsvét ünnepeket is kívánunk mindenkinek. A hölgyeknek sok kocsolót, a fiúknak pedig Veszprémkíros tovább sokkal gazdagodt eljen a következő pár nap. És természetesen, ahogy ma este is, úgy mindig, hajrá Veszprém!